Sziasztok! Ez a mai videó egy kicsit más lesz, mint a többi, mert bár részben az angolról fog szólni, de részben egy picit inkább beszélgetési jellegű lesz. Az okot erre azt szolgáltatja, hogy most lett 4 éves a csatornám, tehát 4 évvel ezelőtt, 2016 április végén kezdtem el videózni, azóta töltök föl nektek elsősorban angolos témájú videókat, és az utóbbi 2 évben ugye rendszeresen töltöm fel ezeket a videókat, illetve az utóbbi 1 évben heti 2 videóval szoktam nálatok jelentkezni, és ezek felváltva angol nyelvtan, angol szókincs, illetve az, hogy az angolt hogy érdemes tanulni témájú videók. Én nekem volt egy célom ezzel mostanra a 4 éves évfordulóra, szerettem volna 5000 feliratkozóig eljutni, ebből annyi teljesült, hogy 2900 feliratkozó körül járok, tehát elég messze van az 5000-től, az, ahova sikerült eljutni, és elég sok minden elgondolkodtatott a csatorna jövőjével kapcsolatban. Úgy érzem, egy csomó visszajelzésből adódóan is, hogy annak ellenére, hogy van egy zárt Facebook csoportom, ugye egy weboldalam, egy ingyen letölthető e-könyvem, illetve most már egy több mint 2 éves vállalkozásom a Functional English néven, az a benyomásom, hogy nagyon sokan, akik a YouTube-os tartalmat fogyasztják, illetve akik engem a csoportban is ismernek, vagy egyáltalán szeretik ezt a tartalmat nézni, nem egészen vannak tisztában azzal, hogy hogy és miként működik ez, illetve hogy milyen célból csinálom. Kezdjük ott az elején, hogy amikor valaki elkezd egy YouTube csatornát, akkor általában van vele valami célja, ami az idők során azért alakulni szokott. Tehát amikor én elkezdtem ezt a csatornát, akkor ugye az volt az alapvető célom, hogy szélesebb körben megismertessem a munkámat. Mert több mint 10 éve foglalkozom angol tanítással, és 6 éve csak online, illetve kifejlesztettem a saját módszeremet, és ez alatt az idő alatt ugye nyilván 100-nál több diákom, tanítványom volt, akik nagyon jó eredményeket értek el nagyon sok esetben, tehát Cambridge-i, IELTS nyelvvizsgák, érettségi, különböző munkapozíciók elérése, tehát ez az egész tapasztalat vezetett el odáig engem, hogy egy kicsit szeretném egy magasabb szintre vinni azt, amit csinálok, mert szeretném szélesebb körben megismertetni a módszeremet, a gondolkodásomat, illetve azt az utat, ahogy szerintem az angol nyelvtudáshoz, a nyelvtudáshoz el lehet jutni, és hogy mennyire fontosnak tartom azt, hogy a magabiztos kommunikációra kerüljön a hangsúly, ehhez pedig a saját módszereimmel igyekeztem nektek segíteni, tehát igyekeztem nektek a módszeremet bemutatni, amivel bizonyítottan ugye elég sokaknak sikerült már elérniük a céljukat, és nagyon sokan reagáltatok erre pozitívan az elmúlt évek során. Emellett azonban, ugye számok tekintetében nem értem el a célomat, és úgy érzem, hogy egy kicsit természetesen ugye én foglalkozom a saját csatornámnak az analitikájával, tehát azért látom, hogy hogyan, milyen életkorból származnak a nézők, és ezért terveztem azt mára, találtam ki azt mára, hogy egy kicsit egy ilyen tisztázó jellegű beszélgetős videót készítek el, mert úgy érzem, hogy magamnak is tartozom vele, meg úgy érzem, hogy szükség is van rá. Tehát a helyzet az, hogy annak ellenére, hogy maximális energiával igyekeztem a csatornám tartalmát felépíteni nektek, és ebben természetesen rengeteg munka van, tehát amikor meglátok egy ilyen videót, akkor abban összességében napok munkája van, és mindegyiknek az a célja, hogy átadjam azt a módszert, azt a látásmódot, amivel én bízom benne, hogy ti el tudjátok érni a céljaitokat. Afelől nincsen kétségem, hogy ez a módszer működik, hogy amit csinálok, az jó, hiszen ennyi év tapasztalat után, és ennyi visszajelzés után, hogyha ez nem így lenne, ha nem bíznék saját magamban, és nem gondolnám azt, hogy jó az, amit csinálok, akkor nem jöttem volna elő ezekkel a videókkal. Tehát nem az a típusú ember vagyok, aki dicséreteket halászik, és az a típusú sem vagyok, aki így nagyon szereti magát, hogy mondjam így, mutogatni ilyen szempontból, de természetesen hiszek abban, hogy amit csinálok, az jó, hiszen azért vagyok itt. Viszont
Emellett, hogy ez egy dolog, amit én számotokra szeretettel és ingyen kínálok, de azért nekem ez a vállalkozásom, ez az életem, ez a szakmám, ez a munkám, és ebből keresem a pénzemet. Tehát a számok is nagyon fontosak, és a YouTube csatorna természetesen, amelyet, hogy közösségi média, egyfajta marketing, vagyis ugye terjesztő eszköz. És mivel ez a szám, ez messze nem közelíti meg azt a nézőszámot és azt a feliratkozó számot, amit én szerettem volna elérni, és úgy látszik, hogy a nézőszám is ugye úgy az a pár száz marad, ezért úgy gondoltam, hogy mindenképpen itt van az ideje annak, hogy csináljunk egy ilyen tisztázó beszélgetést, mert nekem is olyan irányba kell mennem, ami nem csak titeket, hanem engem is szolgál. Tehát amennyiben én a YouTube csatornámmal nem tudok olyan növekedést elérni, amit szeretnék, és amit én logikusnak, meg értelmesnek látok, akkor nem tudok ennyi energiát fektetni bele, mert természetesen abba kell energiát fektetnem, aminek van értelme. És arra szerettem volna felhívni a figyelmeteket, hogy ebben az egésznek az alakulásában mennyire nagy szerepetek van. Annak ellenére, hogy a YouTube-nak ebben hatalmas szerepe van, azt, hogy kinek és mit kínál, kinek és mit javasol, mennyire gondolja azt, hogy egy-egy videóra rákattintanak az emberek, illetve mennyire fontos az, hogy azon van reklám, vagy nincs reklám, és ennek az apró csiliárd részlete az nagyon sokban hozzájárul, de az is nagyon sokban hozzájárul, hogy ti hogyan álltok ezekhez a videókhoz, és a ti viselkedésetek is nagyon sokban irányítja ezt. És nyilván az analitikák alapján én tisztában vagyok azzal, hogy az én nézőközönségem az annak egy nagy része a 30 feletti korosztály. És én sem 20 éves vagyok, tehát tudom azt, hogy az én környezetemben is sokan vannak olyanok, akik nem is használnak közösségi médiát, mereven elzárkóznak tőle, illetve nem kommunikálnak kifele. Tehát fogyasztanak tartalmat, de nem kommunikálnak kifele, nem jeleznek semmit, nem lájkolnak, nem kommentelnek, nem szállnak be, mint aktív résztvevő. A helyzet viszont az, hogy egy csatornának az életében, mondjuk ha ez egy YouTube csatorna, amiről most ugye itt beszélünk, az enyém, egy csatornának az életében és a fejlődésében, a népszerűségében és ahhoz, hogy ez sokakhoz eljusson, és ugye nekem is ennek pozitív eredménye legyen, ahhoz a nézőknek bele kell ebbe szállnia, tehát részt kell vennie. És ez megnyilatkozik nyilván abban, hogy megosztják-e a videót másokkal, abban, hogy ajánlják-e másoknak, abban, hogy mennyire kattintanak rá, mennyire lájkolják, és mennyire szólnak hozzá. Az én videóimban mindig ugye én bátorítalak titeket arra, hogy szóljatok hozzá. Ez nem csak azért van, mert én nem tudom, hogy milyen videókat készítsek, tele vagyok ötlettel, de természetesen kíváncsi vagyok arra, hogy ti mit szeretnétek, hiszen a nézők érdeklődése és kívánsága az, ami nagy részben kéne, hogy irányítsa a csatornát, de annak ellenére ez az én csatornám, tehát mindig én döntöm el, hogy milyen tartalmat szolgáltatok, és az esetek többségében ugye a saját ötleteimre támaszkodom. Tehát ezek a kérdések, és ezek a beszélgetések, amikor igyekezlek titeket bevonni, ezek azért vannak, hogy ez egy interaktív felület legyen. Biztosan ti is tudjátok, hogy nagyon sok ilyen típusú angol anyanyelvű csatorna van, illetve nem csak anyanyelvű, angol nyelvű csatorna van. Tehát én azt választottam, hogy magyarul beszélek elsősorban, illetve hogy ez a magyarokat célozza, de mostanában azért elkezdtem azon gondolkozni, hogy váltani fogok, mert hogyha a magyar közönség erre nem nyitott, tehát hogyha nem elég interaktív és nem kapcsolódik be úgy, ahogy ez a csatornának a fejlődéséhez kell, akkor igazából nem jó helyen járok. Nagyon örülök azoknak, akik itt vannak, és ne értsetek félre, nagyon nagyra értékellek titeket. Minden egyes pozitív visszajelzés, minden egyes őszinte megnyilatkozás, amit kapok, nagyon értékes számomra. Egyenként végigolvasom, tudjátok, hogy én akinek tudok, mindig válaszolni szoktam, mert én tudom, hogy a másik oldalon egy ember van, aki érez, gondolkodik, és akinek vannak elképzelései, vágyai és történetei, és pontosan ez a csatornának a lényege. Ez a csatorna, és az én Facebook csoportom is, és az én egész vállalkozásom egy olyan hely, ahol a másik fél nagyon fontos. Tehát ez nem egy egyoldalú kommunikáció, ugye itt nem tévét nézünk, nem arról van szó, hogy bekapcsoltam a tévét, vége a műsornak akkor kikapcsoltam, ez egy interaktív felület. Tehát minél jobban megnyilatkoztok, minél jobban részt vesztek,
annál jobban működik az egész, és én annál jobban örülök ennek. Azért is, természetesen, mert meg tudom ismerni azt, hogy milyen reakciót vált ki széles körben az, amit én csinálok. Teljesen más széles körben megosztani dolgokat, mint szemtől szembe egy tanítvánnyal, kettővel, hárommal, tízzel akár, de így, amikor ugye én nem látom a ti arcotokat, és nem ismerlek titeket személy szerint, illetve nagyon keveseteket, ezért általánosságban kell szólnom mindenkihez, de ennek ellenére mindenkihez úgy szólok, mint egyén, mint ember. És az összes visszajelzés egy kapcsolatot teremt kettőnk között. Tehát attól kezdve van két ember között egy kommunikáció. Tehát az, hogy ti hozzászóltok, és aktívan válaszoltok mondjuk a kérdéseimre, és vannak ötleteitek, vagy vannak történeteitek, vagy vannak gondolataitok, legyen az bármi, az létfontosságú egy ilyen social media felület esetében. Tehát, hogyha valaki megnézi a videóimat, és csöndben örül neki, én annak örülök. Tényleg, én meg tudlak téged érteni, hogyha te nem szeretnél semmit kommunikálni, ha bátortalan vagy, ha lájkolni sem szeretnél, mert úgy gondolod, hogy te megnézted, és ennek örültél. Csak egy picit azt értsétek meg, hogy ez egy olyan helyzet, egy kicsit, mint hogyha lenne egy becsületkassa, ahova csak akkor dobunk be pénzt, hogyha látnak minket. Mert itt a pénz, a visszajelzés, az maga a kommunikáció, amit ti felém nyújtotok. És az egy egyoldalú dolog, tehát csak én szolgáltatok, és és az, aki fogyasztja ezt a szolgáltatást, az nem nyilatkozik meg, nem mutatkozik meg, csak egyszerűen bekattint és kikattint, akkor tulajdonképpen ez tévévé válik közösségi média helyett. Ez viszont a YouTube, ez nem tévé. Tehát ahhoz, hogy ne csak titeket, de engem is szolgáljon ez a csatorna, ahhoz részt kell vennetek, és ahhoz közösen kell ezt az egészet építenünk. Tehát ha ti úgy érzitek, hogy ez, amit itt kaptok ezen a csatornán, amiért visszajöttök, az érdemes arra, hogy többekhez eljusson, az érdemes arra, hogy sokaknak megadasson az a lehetőség, hogy esetleg profitálnak belőle, hogy ebből az ő tudásuk is jobban épül, vagy esetleg tudnak önbizalomhoz jutni, kapnak egy kis támogatást, egy kis inspirációt, ami a csatornának a célja elsősorban, akkor együtt kell működöttök velem. Ha pedig ez nem valósul meg, akkor nekem kell felismernem azt, hogy nem jó helyen járok, és nem jó helyen kopogtatok, mert ez nem az a közönség, aki erre nyitott. Akkor pedig ugye az én időmet nem tudom igazából ilyen rendszerességgel erre szánni, mert heti két videó azért az rengeteg energia. Tehát ez tulajdonképpen az egésznek a lényege. Természetesen látjátok, tehát én tisztában vagyok azzal, hogy a legtöbb magyar nyelvű csatorna szórakoztató jellegű. Tehát attól elkezdve, hogy hogyan és mit csináltam meg a hajamat, mi van a hűtőmben, mit tettem ma, mit csinálok a karantén alatt, a boyfriend tag, és stb. Vagy ezek az úgynevezett életmód csatornák, amik ugye egy-egy youtubernek bemutatják a hátterét, vagy az, hogy ő mit csinál. Ezek könnyen fogyasztható tartalmak, és nagyon sok van köztük, nagyon sok minőségi tartalom van, nagyon sokféle tartalom van, de azzal ugye tisztában van mindenki, hogy ezeket elsősorban a fiatal közönség nézi, tehát a fiatalabb korosztály, akik már alapvetően benne vannak ebben a social media dologban. Tehát aki belenőtt abba, hogy az életemnek a része a like, a share, az teljesen másképp viszonyul egy ilyen dologhoz, mint aki már felnőttként ismerte ezt meg. Pontosan ezért szerettem volna egy kicsit megvilágítani ezt a témát, mert annak ellenére, hogy ez a csatorna nem egy szórakoztató csatorna, és tudom, hogy ilyesmit hallgatni, amiről én beszélek, az ugye arra sarkal, hogy akkor tenni kellene, arra sarkal, hogy akkor dolgozni kellene vele, és ez nem annyira szórakoztató, ez nem annyira hívja az embert arra, hogy na, akkor rákattintok, végighallgatom, mert jó hallgatni, mert ugye ez inkább arra a célra serkent, hogy akkor arra felé próbál titeket terelni, hogy akkor hogyan tudnánk eljutni arra, hogy beszéljük ezt a nyelvet, mert én annyira hiszek abban, hogy ez életet megváltoztató dolog, hogyha valaki nagyon jól és magabiztosan beszél angolul, és ennek nagyon nagy jelentősége van. Annyira nagy jelentősége van, hogy az életed egészen más lehet, hogyha magabiztosan beszélsz angolul, mintha nem. De
Ez természetesen csak azokhoz szól, akiket szeretnék hallani, tehát nem arról van szó, hogy én most milliós nézettségre számítok, de arról természetesen szó van, hogy egy csatornának épülnie kell, mert hogy ez az én egész vállalkozásomnak az egyik része, és nem szórakozásból csinálom, bár szeretem csinálni, és élvezem, hogy tudok többeket segíteni, és nagyon élvezem azt, hogy visszajeleztek, de elsősorban nem szórakozásból csinálom. Tehát azt szerettem volna ezzel a videóval érni, hogy egy picit erre helyezzük a hangsúlyt. Tehát a következő időszakban én tesztelni fogom, hogy ez hogyan működik továbbra, tehát hogy merre felé is megy maga a csatornának a nézettsége, illetve a visszajelzések, és ettől függően fogok ezen változtatni. Pontosan ezért kezdtem el részben csak angol nyelven is videókat csinálni. Tudom, hogy nagyon sokan azokat nem annyira szeretik, mert van, aki mondjuk nincs olyan szinten esetleg, hogy még azt élvezni tudja, vagy egyáltalán nem annyira szeretne ilyesmit hallgatni, de végső soron szerintem ugye a nyelv tanuláshoz nagyon, nagyon kell az, hogy élő beszédet hallgassunk azon a tanult nyelven, és csak, ne csak beszélgessünk a nyelvről. Tehát ezeket én továbbra is szeretném csinálni, az angol nyelvű videókat, és hogyha a magyar közönség erre, az egész csatornára nem úgy reagál, ahogy én azt szeretném, és nem nő meg a nézettségszám, akkor valószínűleg a magyar videókkal fel fogok hagyni egy idő után. Ennek ellenére még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy mindenkit, aki visszajelez, nagyon nagyra értékelek. Mindannyiótokat egyenként, emberként nagyon nagyra értékelem. Pontosan ezért szoktam időt és energiát fektetni a válaszokba, tehát én minden választ gondosan megszerkeztek, átgondolok, és neked személy szerint válaszolok, és ez továbbra is így marad. Aki eddig nézte a csatornát, és most is nézi, azt arra kérem, hogy továbbra is maradjon itt. Én nagyon örülök mindenkinek, de azt is szeretném világosságra hozni, vagy hangsúlyozni, hogy ugye azért ennek van egy célja, és hogyha te engem segíteni szeretnél, én nem kérek semmilyen támogatást, nincs Patreon, nincsen semmi, kizárólag azt szeretném, hogy te is érzékeld azt, hogy ahhoz, hogy ez mind a kettőnket szolgáljon, ahhoz neked is részt kell venned. És nem csak idejönni, és utána elmenni, mert az egy egyoldalú fogyasztás, és az igazából csak téged szolgál, de azt hiszem, hogy ennek a csatornának az életében én is fontos vagyok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Bízom benne, hogy sikerült átadni az üzenetet. Továbbra is örülnék neki, hogyha megosztanátok velem a gondolataitokat, amennyiben építő gondolataitok vannak. Azt is tudom, hogy a magyarok nagyon sok esetben, a magyar mentalitás olyan, hogy ha pozitív érzésem van, vagy ha pozitív gondolatom van, akkor azt megtartom magamnak, hogyha negatív van, akkor azt elmondom. Tudom, hogy valahol mélyen ez mindannyiunkban azért ez egy kicsit megvan, tehát hogyha pozitív, akkor így magamba gondolom, hogy jaj, ügyes voltál, ha pedig negatív, azt mindenképpen meg kell osztanom mindenkivel. Tehát hát ezért szoktuk moderálni a kommenteket is. Ennek ellenére én nekem nagyon sok szuper jó fejnézőm van, nagyon sok szuper jó fejember van a Facebook csoportban, és ott azért létezik egy közösség, aminek én nagyon örülök. Továbbra is biztatlak titeket arra, hogy nézzetek minél több ilyen építő tartalmat, akár az enyémet, akár másokét, mert ezekből lehet egy kis energiát meríteni, és azért elég sok ilyen elérhető a YouTube-on, tehát hogyha választani lehet, akkor időnként egy kicsit ilyet is érdemes nézni. Vigyázzatok továbbra is magatokra, élvezzétek ki a hétvégét, hogyha otthon jó idő van. Itt most látjátok, megint nagyon túlkompenzál a kamera, az azért van, mert nincs kint fény, ilyenkor történik ez. De ennek ellenére elsősorban azt kérem, hogy továbbra is vigyázzatok magatokra, tehát figyeljetek arra, hogy hogyan, kivel, mit a világban, mit csináltok, és hogy magatokra és hogy másokra is figyeljetek, annak ellenére, hogy a szabályok most lazulni fognak. És köszönöm, hogy itt voltatok ma velem. Sziasztok!